A furcsa mérkőzés valószínűleg így vonul be majd a megye egy történetébe az október 27-i Enyin-Kinizsi találkozó. Ennek legfőbb oka nem az, hogy a nemrégében leköszönt Liber Károlyt Hargitai László váltotta a kispadon, erről majd egy másik bejegyzésben bővebben is szólunk, hanem hogy egy teljesen megrodgyant vendéglátócsapat fogadta a mieinket azon a helyszínen, ahol az elmúlt években komolyan meg kellett küzdeni a sikerért. A találkozó rengeteg gól mellett egészen meglepő pillanatokat is produkált. Lakakis a szélen befelé indul, körbe mutatja a labdát, Lakna passzol, a tízes pedig a harmadik percben megszerzi az elsőt. Szabadrugáshoz jutunk, jó a szög, jó a távolság, Horváth szakérti a munkát, lő, majdnem tökéletes, Lakakis ott van és besimítja a kipattanót. 2-0. Farkas dobása után először Hódulához, majd Ebbőkhöz kerül a labda, Imi Póstáznál is vissza, ez magas, Horvátnak viszont éppen jó, kiszorított helyzetből lő, ez elég a gólhoz. Hét perccel később megint Horváth eredményes, a rövid saroknál úgy tud fejelni, mint a tudomást sem vennének a jelenlétéről. Itt egy olyan jelenet a 26. percben, ami szerintem megtestesíti azt a csüggedtséget és lemondást, amit végig tapasztaltunk a találkozón a vendéglátóktól. Huni labdája keresi Jódulát, jó is neki, remekül emel, Kelemen pedig amolyan röplabdás mozdulattal kiüti a bogyót a hálóból. A mozdulat közben már tudja, mi fog történni. Kiállítás és büntető. Huni állóda egy picit talán flagmán, kapufát fog a lövése. Könnyedén szerez labdát, Lakbenivel játszik össze, aki önzetlenül visszaadja a zsugát, jön a lövés, ami végül a gólvonalon túlra vándorol. Ennyit az első félidőről, a levonulásnál is érezhető volt, hogy ezt nem tudjuk majd beírni a legendás futballpárharcok sorába. Hompi láthatólag gyógyulgat, Hargitai Lászlónak pedig szintén a látottak alapján nem kellett izgulnia a debütáló meccsén. 48. perc, Lakakis kínálja Lakót a hosszas rítustánc után, Rebőkhöz kerül a labda, ő nem cicomázza és lő, ez is gólt ér, de úgy láttam, Doma is beleért ebbe. Megint hibáznak a vendéglátók, most Lírer tud jól közérte játszani, Hódula tök egyedül, nincs nehéz dolga, ez már a hetedik. Egy percre rá, Rebők Horvátnak, Farkashoz kerül a labda, ő ad középre és a csapat legmagasabbja, Lakfejjel gólt. Megint a szokásos labdavesztés a hazaiaktól, Horváth pedig most távolról veszi be Elek kapuját, közben az üres kispad és a Kelemen kipontozódásával amúgy is megfogyatkozott Enyin sorra veszít játékosok a sérülés miatt, itt már csak 9-en vannak a pályán. A helyzeteket nem is mutattuk eddig, ezt is csak azért, hogy mennyire elhalt minden ellenállás a vendéglátók részéről, akadálytalanul vezethettük a támadásokat, mondjuk ebből a farkas lövésből éppen most nem lett gól. Itt viszont már igen, farkas beadása után Schneider fejjel Horvátnak, aki megszerzi a negyedik saját találatát. Haba tortán, hogy még egy büntetőhöz is jutunk, Benni buktatása után, Lakkál oda a 11-eshez, és magabiztosan értékesíti is azt, ezzel ő is 4-1 jegyez a találkozót. Ezen a ponton már védekezésre sem futotta az Enyinnek, újabb sérülések után már csak 7-en folytatták a játékot, előttük le a kalappal, én ilyet még nem láttam futballmérkőzésen, elvileg, ha még valakinek fel kell adnia, akkor a játék is véget ér. Szerintem Ibrix játékvezető sem igen látott ilyet, és ez témája lehet egy következő bírói konferenciának is. Gyakorlatilag egy kapusztunk a hátralévő percekben, a Spori megvárta, hogy kiteljen a játékidő, és nem hosszabbított, bölcs, empatikus döntés. A győzelemhez nem kell magyarázat, az Enyinget viszont nagyon sajnálom. Hargitai László a kispadon ezen a furcsa mérkőzésen 11 gólos győzelemmel debütált, kíváncsian várjuk majd a folytatást. Hajrá srácok, hajrá Kinizsi!